Köszönöm szépen a szót, tisztelt elnök úr, tisztelt országgyűlés, tisztelt ház. A kormány újabb nemzeti konzultációt indított ezúttal Oroszország elleni brüsszeli szankciókról. A Mi Hazánk mozgalom által elítélt szankciókat önök eddig rendre megszavazták. A konzultációs kérdőíveket pedig a 8. szankciós csomag elfogadása után 10 nappal kezdték el kézbesíteni. Tisztában vagyunk azzal, hogy a szankciókról időről időre újabb szavazás történik, de önök az eddigi alkalmak előtt sem kérték ki a magyar emberek véleményét. Felmérések szerint a válaszadók 2/3 haszontalannak tartja a szankciókról szóló konzultációt. A korábbi 11 nemzeti konzultációnak sem volt nagyobb sikere, hiszen például a járvány utáni nyitásról tavaly tartott nemzeti konzultációban mindössze 528 ezeren vettek részt. Ezzel szemben a nemzeti konzultációk rengeteg közpénzt emésztenek fel. Összköltségük 2010 óta a jelenlegivel együtt elérheti az 55 milliárd forintot. Ez hatalmas pénz. Fontos az emberek véleménye, sőt, a legfontosabb. De a nemzeti konzultációkkal a magyar emberek helyett valójában különböző cégek járnak jól. A kormányzati kommunikációs tendereket 2015 óta folyamatosan a Newland Media Kft. És a Launch Design Kft. Nyeri el, így az állami szervek velük kötelesek szerződni. A két cég adózott eredménye az elmúlt 7 évben 34 milliárd forint volt, csak a miniszterelnöki kabineti irodával megkötött szerződések összege eléri a 200 milliárd forintot. Javaslom egyébként non-profit módon kivitelezni a nemzeti konzultációt, akkor még talán hihető is lehetne az őszinte kíváncsiság az emberek véleményét illetően. Kérem tisztelt válaszokat azzal kapcsolatban, hogy a milliókat érintő rezsiharc feladásáról vagy a katatörvény módosításáról miért nem indítottak nemzeti konzultációt, miért nőttek a többszörösére 2015 óta a nemzeti konzultációk reklámköltségei, nem gondolják, hogy ezek a hatalmas pénzek sokkal hasznosabban is szolgálhatnák a magyar emberek érdekeit. Kérem szíves válaszokat. Köszönöm. Köszönöm szépen, képviselő úr. A választ Dömötör Csaba államtitkár úrtól fogjuk hallani. Parancsoljon, miniszterhelyettes úr, önnél a szó. Köszönöm a szót, elnök úr, tisztelt képviselő úr, annyiban vitatkozom önnel, hogyha Magyarországon 1 millió ember elmondja a véleményét bármiről, az szerintem nem kevés, hanem sok. Jó pár olyan ellenzéki párt van, amely örülne, hogyha ennyi szavazatszámot kapna. Szóval szerintem a nagyságrendek ügyében ezt érdemes tisztázni. Azt, hogy miért szerepelnek ezek a kérdések a konzultációban, azért, mert mindannyiunk életét érintik, ami egyébként nem zárja ki azt, hogy más kérdésekben is legyen ilyen, vagy éppen itt a parlament nyilvánosság előtt ezeket napirendre emeljük. Az írásbeli beadványában úgy fogalmazott, hogy a kormány feladta a rezsiharcot, és miért nincs erről szó a konzultációban. Ez nincs így. Nem adtuk fel, ami két dologból is látszik, egyrészt jár a rezsitámogatás az átlagfogyasztásig, másrészt meg az elejétől fogva elleneztük azokat a szankciókat, amelyek alapjaiban károsak az európai gazdaság és a magyar gazdaság számára. Ezek aktuális kérdések, tehát nagyon is aktuális, hogy erről minél több magyar ember elmondja a véleményét. Például, hát ön is jár az utcákon, döntöttek az olajszankciókról, ez most lép életbe, és látszódik is a következménye. Ellátási zavarok, és várhatóan további áremelkedések. Ez nincsen rendjén. Ugye mi mentességet kaptunk az alól, hogy ne tudjunk szállítmányokat kapni Oroszországból, tehát a szállítási korlátozások alól mentességet kaptunk, de az árhatás az nagyon is fog minket érinteni, hogy egész Európában nőnek az árak. Aztán dönteni akarnak a gázszankciókról. Ki akarják terjeszteni a szankciókat a nukleáris energiára? Nem kell önnek részleteznem, hogy a paksi bővítés vagy a paksi atomerőmű jelenlegi működését ez hogyan befolyásolja. Nem várjuk el önöktől ellenzéki pártként, hogy mindenben támogassák a kormányt, de elvileg nemzeti pártként arra kérem, hogy ne tagadják le, hogy a szankciós politikának gyászos következménye van, ezen változtatni kell, magától nem fog menni, ezért van szükség vitákra, tárgyalásokra és szükség esetén konzultációra. Köszönöm, hogy meghallgatott.